Azért, hogy ez mind velem történik? Nagyon nagy volt a vágy nekem, már ilyen, tehát ez tényleg ilyen 10-12 éves korom óta van. Igyekszem egyik nap sem elfelejteni, mondjuk hálát adni azért, hogy ez velem történt. Minden nap próbálom ezt felelősségteljesen csinálni. Ez a siker, ez nem szabad, hogy torzítsa igazából azt, aki vagyok. És ez az egész pátosz ennek a nagy stadionnak is, remélem, hogy nem fog azáltal csorbulni, hogy ezt megismételjük háromszor. És van olyan is, amikor nagyképű vagy arrogáns? Én azzal nem vagyok rossz fej, aki velem szemben soha semmi rossz szót nem mondott, meg nem látok semmi furcsaságot az emberen. Tehát hogy ez egy kölcsönös tisztelet, egy alapvető dolog, meg ez az érték szerintem. A nagybátyám hordja a sapkát mindenhol, elmondja, hogy ő a nagybátyám. Ő ki? Az édesanyjának vagy az édesapjának a testvére? Édesapám testvére. Megy a pékségbe, és akkor megemlíti, hogy egyébként én vagyok a nagy, ha esetleg nem jött volna le a fel baseball sapkából, lehet, hogy még kedvezményesebben adják a pogácsát, nem tudom. Az, hogy szexbotrányom volt, azt így a kommentekben mai napig felhánytorgatják, tehát ez nem lett elfelejtve. De kétség kívül egy mesebeli és egy tényleg csodaszerű dolog az, hogy a zene, amit én egy szent dolognak tartok, és tényleg erre teszem kvázi fel most az életemet, hogy ezeket megtalálom, az felülkerekedett egy bulvárügyön. Én nem akarom, hogy bekategorizálható legyek. Ez adja meg nekem a teljes szabadságot, amit igazából azáltal sajátítottam, ahogy megtanultam zenét csinálni magamtól. Bármi, amit jót csináltam, vagy ami nagy sláger lett, vagy amiben érzem, hogy van lélek, az mindig akkor jött, amikor már megvoltak a zenék, amiket akartam, és csak nekiálltam elvárások nélkül, türelemmel és nyugodtsággal valamit csinálni. És az a fázis, meg az a mentális állapot, amiben ekkor vagyok, az segít abban, hogy ezek a zenék jók legyenek, úgyhogy ezt nem lehet megtervezni igazából. Mi a legnagyobb luxusa? Hát a legnagyobb luxus, ez biztos, hogy az anyagi szabadság, ez semmihez sem fogható. Nekem, mint előadónak, zenésznek nem szabad minden egyes platformon, minden áron, minden nap a politikát nyomni az embere fejében, nem ez a hivatásom. Ezért is, ezzel is inflálom az én megnyilvánulásomnak a súlyát. Ha csak tényleg ahhoz fűzök hozzá gondolatot, ami, mint ez a kegyelmi ügy, vagy bármi, ami oké, politikai jellegű, de akár még annál is magasztosabb, vagy annál is fontosabb ügy, azokra szeretném ezt korlátozni. Mennyire érzi magát sebezhetetlennek ezzel a sok százezres rajongó tömeggel a háta mögött? Ez a fő támasz. Az ember.